Ezt a videót az Elgato támogatta. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban ismételten elérkeztünk a Nézői Mihetetlen nyitásai következő epizódjához. Azonban mielőtt belekezdenénk ebbe a videóba, szeretnék nektek három különböző Elgato terméket bemutatni, amely nem más lesz, mint a Stream Deck, a Facecam, illetve az Elgato Ring Light. De akkor kezdjünk is bele. Na de beszéljünk egy picit a Stream Deckről, amelyet egyébként már bemutattam a csatornán egy korábbi videóban, azonban megérkezett a felújított változata, amely kettő főbb szempontból tér el. A legelső az nem más, mint hogy az előlapja most már lecserélhető, tehát az Elgato oldalára fellépve bármilyen dizájnt be tudunk magunknak állítani, megrendeljük az előlapot, és hogyha szeretnénk, akkor ezzel személyre tudjuk szabni saját magunknak. A második legnagyobb újítás az a kábelezéssel kapcsolatos, hiszen megoldották végre, hogy nem fix kábelezést kapott, hanem cserélhető, és ezáltal, hogyha mondjuk streamelésre vagy zenélésre szeretnénk használni ezt az eszközt, akkor meg tudjuk oldani úgy, hogy a kábelezéssel nem lesz semmilyen probléma. Na de akkor lépjünk is be az Elgatónak a szoftverébe, és megmutatom, hogy egészen pontosan mire is használható ez a kis kütyű, illetve, hogy nekem mik a személyes preferenciáim a streameléssel kapcsolatosan. Amikor megérkezik hozzád az adott termék, USB 3.0-án keresztül csatlakoztatod a számítógéphez, az Elgato oldalán letöltöd a szoftvert, feltelepíted, és utána beprogramozhatod saját magadnak mind a 15 gombját. Megmutatom nektek, hogy egészen pontosan én mire szoktam használni, de egyébként itt oldalt azonnal feldobja, hogy mondjuk multi-actionöket tudsz rajta létrehozni. Ez azt jelenti, hogy például neked az intro képről átváltja a képet a gomb lenyomása után mondjuk az ending screenre, ami ugye a stream végét jelenti, de ezeken kívül bármit ráprogramozhatsz erre a Stream Deckre, amire a számítógépet képes. Tehát például, hogyha te szeretnéd azt, hogy az összes Elgato világításod felkapcsolódjon a streamnél, vagy mondjuk a mögöttem található hűtő, ezeket is simán rá tudod programozni erre a dologra egy kis külső program segítségével. Van például itt ez a programmappa. Ha én ezt megnyitom, akkor például a Google Chrome-ot, Discordot, vagy bármi olyan programot, ami ugye be van erre a Stream Deckre programozva, csak lenyomom a gombot, és azonnal meg fogja nyitni. Például, hogyha én emótokat szeretnék írni a chatre, akkor az emote mappába belépek, megnyomom ezt a bizonyos gombot, és azonnal beírja a chatre azt a bizonyos emótot, ami itt meg van jelenítve. Oldalt egyébként láthatod, hogy mikre tudod beprogramozni, tehát az OBS stúdiótól kezdve, akár a Streamlabs-re, akár a System, tehát ha egy weboldalt szeretnél megnyitni, vagy mondjuk valamilyen textet szeretnél beírni valamelyik programba, ezek mind-mind személyre szabhatóak, sőt, még a Twitteren is mondjuk ki tudsz tweetelni valamit. Én például ezt úgy szoktam megoldani, hogy amikor kezdődik az élőadás, megnyomom azt a bizonyos Stream Deck gombot, és utána a Twitteren megjelenik egy tweet, ami azt jelzi nektek, hogy elkezdődött az élőadás. Evezzünk egy kicsit más vizekre, és beszéljünk az Elgato Facecamről, amely egy 1080p 60 fps-es webkamera, ami egyébként egy Sony szenzort kapott. Nincs más dolgunk, mint amikor a termék megérkezik hozzánk, csatlakoztatni USB 3.0-án keresztül a számítógépünkhöz, majd ezt követően az Elgato weboldalán található Camera Hub nevezetű szoftvert letöltjük, feltelepítjük, és utána személyre szabhatjuk a webkamerán képét. Ezt már is be fogom nektek mutatni, hogy egészen pontosan miket tudunk ebben a szoftverben beállítani. Amint megérkezünk az Elgato Camera Hub nevezetű szoftverbe, azonnal látni fogjuk, hogy milyen beviteli eszközeink vannak. Amint láthatjátok, nálam kettő jelenik meg, hiszen én használok jelenleg egy Elgato-s Camlink 4K-t, ami a DSLR kamerámhoz van csatlakoztatva, illetve kimutatja itt az Elgato Facecam-et, aminek még most a preview képét nem szeretném leleplezni, de azon nyomban beszélni fogok róla. Találtok itt mindenféle beállítást azzal kapcsolatosan, hogy éppenséggel mit szeretnétek változtatni. Ha ti beszeretnétek mondjuk digitálisan zoomolni a kamerába, akkor azt is megtehetitek, nyilván ez valamennyivel egyébként letesztelve, így már el tudom mondani, hogy ront a minőségen. Ezen kívül be tudjátok állítani a kamerával kapcsolatban az izót, a fehér egyensúlyt, a noise reduction-t, mindenre fogok nektek úgymond példát mutatni, hogy mi mire használható. Egyébként a szoftverrel kapcsolatosan azt érdemes még megemlíteni, hogy végre jött egy olyan webkamera, aminek elmenti a beállításait a program. Nagyon-nagyon sokszor használtam a konkurenciának a webkameráját, ő a régebbi időkben, viszont soha nem mentette el a beállításokat, mindig újra és újra be kellett állítanom, visszatérő probléma volt, illetve végre teljes támogatás kapott a Windows-zal kapcsolatban, tehát folyamatosan frissítik, javítgatják, stb. Stb. Na de, hogy én mire is fogom használni ezt a kamerát, azt azonnal látni fogjátok. Természetesen egy második kameráról beszélhetünk, azért gondoltam, hogy el kellene kezdeni használni ezt a második kamerát, hiszen rengetegszer van olyan, hogy mondjuk ebédelek a streamben, vagy éppenséggel olyan dolgot csinálnék, ami itt a háttérben történik, és az ebből az előső kamerából nem látszódik. Fontos megemlíteni, nem volt egyszerű ezt a kettő dolgot összehozni, hiszen folyamatosan ugye most nektek rekordolnom kell azt, hogy a programjában megjeleníti a kamerát, viszont ez nem volt zökkenőmentes, hiszen mindig azt érzékelte, hogy az OBS-ben meg van nyitva a kamera, de mint láthatjátok, ez egy második kamera lenne, és én ezt fogom használni az élő adások során. Na de hogy miket is tudunk egyébként állítani, tehát amint mondtam, be tudjuk állítani az izót, a rekeszértéket, a white balanszot, a fehér egyensúlyt, mindent gyakorlatilag ugyanúgy tudunk állítani, mint hogyha egy DSLR kamerával használnánk ezt a dolgot. Ugye van itt még noise reduction is, amit én egyébként nem szoktam használni, mert szerintem ront a képnek a minőségén, de ez mindenkinek egyéni preferencia kérdése. Nyilván sokkal jobban működik a kamera, ha mondjuk ide teszem magammal szemben, viszont most ugye ez a plafonra van felszerelve, és így használom. De hogyha szeretnék nektek valamit esetlegesen mutatni abba a kamerába, mit tudom én mondjuk a kontrolleremet, hogy mit használok, akkor tökéletesen kivehető az, hogy éppenséggel mit szeretnék nektek ebben a kamerában közölni. Úgyhogy nagyjából ennyi, amit a Facecamről tudni érdemes, és akkor lépjünk át egy következő termékre, amely nem más, mint az Elgato Ring Light. Az utolsó termék, amiről még mindenféleképpen szeretnék nektek szót ejteni, az nem más, mint a mellettem található Elgato Ring Light, azaz körlámpa, hiszen ennek segítségével tudjuk a különböző tárgyakat, illetve embereket is megvilágítani. Azért szeretem nagyon ezt a terméket, mert rendkívül kompakt, simán magammal tudom vinni egy-egy utazás során, és meg tudom oldani profin a megvilágítást, vagy akár egy Instagram képet is készíteni saját magamról. Ugye a csomagban található egy ilyen telefontartó, amelynek segítségével ide csak berakod a telefonodat, és simán tudsz magadról készíteni egy képet. Amit még fontos megemlíteni erről a termékről, hogy akár iPad-en keresztül is, vagy bármilyen tableten keresztül tudod csatlakoztatni magát, ugye az Elgatónak a szoftverét, illetve magát a lámpát, és ezáltal tudod a fényerőt is állítani, amit egyébként a terméken is megtehetsz, tehát bármikor tudod akár a színhőmérsékletet, vagy akár a fényerőt is állítani, tehát tökéletesen alkalmazható akár a streameléshez is. Például én kipróbáltam azt, hogy ide a telefon helyére én az Elgatós Facecamet raktam fel, és tökéletesen megoldható, nem kell azzal bohóckodni, hogy külön teszem a kamerát, meg külön teszem az állványt, meg a fényeket, simán csak rátekered arra a bizonyos csavarra, amit adnak hozzá, és megoldható, de akár egy DSLR kamerát, amit most használok, az is simán felrakható erre az állványra, hiszen teljesen univerzális a dolog. Úgyhogy nagyjából ennyi, amit el szerettem volna mondani az Elgato termékeivel kapcsolatosan. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm nekik a lehetőséget, illetve hogy megkaphattam ezeket a termékeket, viszont most akkor ugorjunk a reakciókra. Na lássuk is, hogy mit sikerült a vágónak összerakni a következő nagyjából 6 perc reakciójában. Egyébként örülnék neki, hogyha küldenétek még videót mindenféleképpen, hiszen nagyon rövid részek jönnek ki, mert amikor én megkérem a vágó urat, hogy tegyen már össze egy epizódot, akkor alig-alig találunk olyat, ami használható, nagyon cringe videók vannak, azokat nem szeretnénk bevágdosni, meg ilyen 1600 éves nyitások, stb. Stb. Úgyhogy próbálunk valamennyire frissek maradni, de nehéz, mert annyira... Hát nem érkezik sok videó idén, mint ahogy tavaly is érkezett, megpróbálunk azért valamit összerakni ebben az epizódban is. Lássuk akkor a nyitásaitokat. Valaki klippet! Valaki! Krisztián! Krisztián! Valaki klippet! Mindenki szűzik, gyerekek. Gyere, gyere, van mögött. Ó, az egy 92 finom Ronaldo. Szű! Csináld, Pali! Bazd meg! Puskás, geci! Azt a kurva életbe, bazd meg! Csináld, Pali! Gyerekek, hát szerintem befostam. Ott van, bazd meg, az első! Reméljük azóta már kitakarította. Egy bolond Cancelo. Hopp, egy stream. Hajlandó bizony! Ronaldo. Azt a kurva! Én ezt miért nem láttam? Erre nem kaptam semmilyen felvételt, gyerekek. Portugál. Ez brazil lesz, beszarok. Nem brazil. Maradona. Ennyi. Eltört a mikrofon, gyerekek. Donnarumma. Hát ez a leghulladékabb tesó, de akkor még nagyot ment biztos. Ne szopass, hogy még egyszer kinyitja ugyanazt a gyerek, rosszul leszek. Azt a kurva. A gyerek az életét is kinyitotta. És ezek vágjátok, hogy ezek a... az a nagyon olcsó liga upgrade-es pakkok voltak? Beszarsz. Ez kemény. Az megint egy Zsorzsinyosz. Dat reakció. Krisztián Zsorzsinyó, Vemesz! Vemesz! Tökö... Baba. Baba. Nagyfiú! Ez milyen faszom ez az effekt? Ez valami instagramos effekt, gyerekek, sírva fakadok. Guli, daró! Nem jó, geci. Ah, Zidane. Zidane? Nem jó, geci. Á, de már egy mórunk van. Na, gyerünk, gyerünk, bazd meg. Hallom, már csak a brazil maradt, nem légy. Add már ide. Add már ide. Add ide. Add ide. És... Geci, nagyon nagy. Azt a kurva. Jézusom, de hogy lehet kinyitni 94 Ronaldót? Nekem soha nem sikerült. De még normálisabb ikont se. Jó az az Inzaghi meg a Larsson nekünk, gyerekek. Az ki? Az egy Mbappé volt, nem? Ez most mit csinál? Ja, hogy ez a legvégére vitt, azt úgy nézi át, hogy kikap... Mekkora ravasz! Kicsit ki van égve a kép, gyerekek. Na, erről beszéltünk, hogy vannak használhatatlan felvételek. Most vette észre a gyerek, sírva hányok, gyerekek, ez mi? Hopp, jobb lesz a felvétel. Köszönjük szépen, uram. Köszi. A bolond Mbappé kicsúszott. Mint fink a gatyóból. Csináld, Pali! Ez fontos, jó? 3-2. Tesó, ezek hol voltak? Befostál, befostál! Befostál! Hú, gyerekek! Hello, volt? Egy gyorsan, ez itt végigírás, mi van? Gondolj bele! De net! Mint Hilder, Zidane. Forward. Nem is rossz az a Kant. Amúgy nem rossz az a Kant, szerintem az idei játékban. király, ott nem hiszem el. Mbappé. Hányan nyitottátok Mbappé. Ki Mbappét, úgy őszintén? Mbappé. Akkor kiszállhatjuk ezt a világot. Totti Donnarumma preview packből meg. 7000, ja, hogy 7500-as pak. Krisztián, ez mi a faszom? És az egy Márkinyosz. Ez mi? Meg egy jó kapra. Ki ez? Elmész a picsába, ezt ki fogjuk vágni ezt a hangot, mert ezt nem szabad belerakni. Közben meg a rekál streamje megy a háttérben, a menj a faszomba. Ennyi. Nagyon szépen köszönöm, srácok, mindenkinek, aki küldött videót, léci küldjetek már még, mert kezd behalni a sorozat. Sajnos nagyon kevés videó érkezik mostanában, ami értelmes, úgyhogy a bestfifa22pexkukacgmail.com nevezetű e-mail címre tudtok küldeni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte, és találkozunk a következő részben, vagy streamben. Szevasztok, ciao ciao.